Nem biztos, hogy sikerül, mert elég nagy bátorság egy idegen tűzbe nekivágni egy ilyennek, de megpróbáljuk. Az egy úgynevezett török damaszt elkészítése lesz. Én készítettem egy folyamat ábrát gyakorlatilag arról, hogy mi fog történni. 9 lapból indulunk majd, 9 lapot összetűzélgeztük, összehajtjuk egyszer-kétszer, utána tengelye mentén hossz irányba megcsavarjuk, és 3 ilyen csavart volt össze tűzélgeztük, és annak a belsejébe kell képződjen egy ilyen mint a eszköz. Egy könyvet összecsuksz, és elvágod így ferdén akkor, és fekete-fehérek alatt, akkor teljesen szabályos az egész. És ahhoz, hogy ebben hullámokat lássál, majd később ne ilyen mintetlen hullámokat, vagy köröket, nagy rózsát, kisrát, stb. Ott mesterségesen el kell torzítani a rétegeket. És utána kell eltetszeni az eltorzított rétegeket köszöréssel. A török damasznál teljesen máshogy működik a dolog. Itt egy csavart minta van, illetve csavart anyag van, és abban az elvágottban látjuk majd később ezeket a dolgokat. Természetesen ezeket tovább lehet spékelni azzal, hogy például ezeket a kis félkörök helyére mondjuk kockás saktábla van berakva, vagy keresztirányú rétegek, stb. Azt már most... Most lesz 36! Meddig mész el? Hát csavarunk utána! Ja, török damaszt lesz. Török damaszt lesz.
Ja, megmelegítem. Ja, de ha szétesik, akkor meg összegoltozzuk. De nem esik a szét. Ez szerintem jól is van, mehet nagyon óvatosan. Látszik a minta, és mellé teszem majd az eredetit, a készet, jó?